Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Szent István királyunk mellett a keresztény világban legismertebb szentünk, árpádházi Szent Erzsébet ünnepén szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Külön is köszöntöm azokat, akik a Katolikus Karitász, a Szeretett Szolgálat munkatársai itt Tolnán. Szent Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Az ő égi közbenjárásáért imádkozunk szerte ezen a napon, és most már nagyon sok-sok éve napjához kapcsolódóan persely adományainkat a szegények javára adjuk, az ő példáját is követve. A szentmisénket felajánljuk Farkas Józsefné, született Lozsán Katalin, elhunyt testvérünk lelki üdvéért. Lelkiismeret vizsgálatunk, közös bocsánatkérésünk, tegyen kedvessé minket a Jóisten előtt, méltók lehessünk kegyelmére, szeretetére.
Könyörögjünk! Istenünk, Te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közben járására add, hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-lelki bajukban. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Férje egész szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. Mindig javára van, sohasem kárára, életének minden napján. Előteremti a gyapjuk és a kedvet, és minden beszerezés kézzel. Kinyújtja karját a buzsai után, és kezével megfogja az orsót. Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek, meg karját. Csalfa dolog a báj, a szépség múlandó, de az Isten félő asszony dicséretet érdemel. Magasztaljátok keze munkájáért, és a város kapuknál dicsérjétek tettek. Ez az Isten félő. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek veletekre. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ez az evangélium. Amen. Csókkal, látható örömmel üdvözölték egymást.
Sok minden tanulhat erről annak idején. Elzsébet ezt megtette. Mert ahol a szívünk, ott van a kincsünk is, mondja a Szentírás. Hol van az én szívem? Mit? Kit szeret? Aztán a tanítványság legnagyobb próbája az ellenség szeretete, amely valljuk meg teljesen értelmetlennek tűnik minden földi mérték szerint. Egy nem hívő ember ezt nem érti. Minek? Hadd szeressem azt, aki engem szeret. És ne kelljen szeressem azt, aki után meg bajokat okoz. Erzsébet ebben is példát adott, mert nagyon is volt része ebben. Nem is kellett messzire mennie. Tudnélik, férje családja rosszalmon tekintett rá, amikor várok alatt zarándok, illetve szegényházat építetett, aztán pár évvel később kórházat is alapított. Eltálljon vagyott. Ez még a szent kritikák közé tartozott. Amikor 6 év boldog házassága után Erzsébet özvegy lesz, 20 évesen, nem csak 3 gyermek édesanyja, hanem már özvegy. Férje halála után el kellett hagyni a várat, az otthonát. A család másik fele elöltözte. Sokat nélkülözött, gúnyolták, de mindez béketűréssel viselte. Városról városra jár, és ott, ahol kellett, ahol szükség voltán segített. Ápolta a betegeket, dolgozott ezt-azt, varta a ruhákat. Később belép a Ferences rendbe. Isten a gőz szívünket, hús, azaz élő, érző, másokért lüktető szívét tudja átváltoztatni. És csak ebben a szívvel lehet feltétel nélkül szeretni ellenséget. Végül még egy harmadik pont van. Krisztus azt kéri tőlünk, hogy olyanok legyünk, mint a mennyei atya, vagyis irgalmasok. Ez a feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy nem bántom a másikat, de ugye el vagyunk közömbösen egymás mellett, én sem bántom, te sem bántasz, és semmi közünk egymáshoz, amúgy. Így azért könnyű sok mindenkivel. Hanem együttérző szívet kíván. Olyan szívet, mint amilyen Szent Erzsébeté volt. És sokszor a hozzáfordulók összességéből is. Kiválogatta a legszegényebbeket, és szó szerint a legbetegebbeket. Olyan betegeket, akikhez más ápolók nem nagyon mertek hozzányúlni, hozzámenni, mert elkengesedett büdös sebeik voltak. Nem érintem, közelébe sem megyek.
Ő ezeket is hallotta. Elkerülte, kötözte. Ő kezűségének szokatlansága sokszor megtöbbenést vált ki. De ő ilyen volt. Férje felé, és a rászoruló emberek felé is. Egy lelkíró fogalmazza ezt meg. Szeretettel sohasem védkezhetünk. Csak akkor, és itt jön a lényeg, ha nem eléggé szeretünk, vagy ha rendetlenül szeretünk. Segítsen bennünket. Éppen az ő példája, hogy helyünkön legyünk, kapcsolatainkat is megélve gazdagodjunk és gazdagítsunk. Mindezek után most megkérek benneteket, Caritas csoport tagjai. Jöjjünk előre, most nem azt mondom, hogy fajtól fajig, de ahogy kijön itt a körülményekben. Közben felállunk. Csak jelzem, hogy helyi szokás egy-egy év távlatában ebben a közös ünnepünkön, akik elköteleződött tagok, ígéretüket megtudítják. Embereket szolgálni, sebeket, lelki-testi bajokat látni nem könnyű. Ha nem töltekezünk, akkor akár ki is élünk. Sok ilyen szakma, sok ilyen terület, ahol ha az embernek nincs meg a forrása, és csak ad, 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 ki elfog. Közös ima igazából ez az ígéret. Kérjük Istent a forrást. Adjon kegyelmet, adjon erőt, hogy önmagunkból újra meg újra kilépve, és az én számtalan alkalmat erre lehetőséget ad. Ennek a városnak a peremén lévő nem csak adni akarunk nekik valamit, hanem szolgáló szeretettel. Tudjunk odalépni mellé, hogy ez a nevünk is bennünk éljen, égjen. És most megkérem Magdin, aki idén köteleződik el, Isten hozott téged és ebben adjon. Ez nem státusz, vagy nem státusz. Ebben a szolgálatban. És akkor az ő előimádkozásában ki-ki szintén együtt imádkozza ezt a közös imád. A Caritas munkatársak imája. Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetővé tette, hogy viszont szeressen. Elég hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhetelek téged, és jól tehettem velük. Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat cselekedtem. Kérlek, bocsáss meg nekem, ha megbántottam embertársaimat. Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot és a szolgáló szeretetet, hogy feladataimat örömmel végezzem. Szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim, hogy tanítványom vagyok. Add, Uram, hogy
hogy minden nap hálát tudjak adni az életemért és a rám bízottakért. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Amen. Szent Erzsébet, segíts, hogy mi is Krisztus szemével lássunk, Krisztus kezével adjunk, az ő szeretetével szeressünk. Ez egy szimbólum, nem egy bogalkártés, hanem a karitaszusok sája, hagyni csinál sok szeretettel, nyakadtan sok.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, Szent Erzsébet példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a fele baráti szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Két szentjeid serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy fölbátorodva tanúság tételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. És ezért, miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt, dicsőítünk téged, és áldó szóval zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, köztük Katalinról, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkon az Isten anyjával, boldogságra Szűz Márgyával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, ma ünnepelt Árpádházi Szent Erzsébettel, Szent II. János Pál pápával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk Istenünket, hogy a szent áldozatban megújulva kövessük Szent Erzsébet példáját, aki téged váratlan mozgósággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte mondját. Krisztus, a mi Urunk által. Pár dolgot hadd tegyek közzé. Belsejekről szóltunk ma is, holnap is a Caritas javára gyűjtjük, és köszönjük az adományokat. Még annyit, hogy december 10-éig itt a Caritas logós belsejünkben, annál a hátsó mellékoltárnál, még ugyancsak pénzadományokat fogunk gyűjteni a karácsonyi csomagok elkészítésére. Holnap Krisztus király ünnepe van, ami az egyház évünknek az utolsó vasárnapja, és lokálisan Tolnán adorációs imanap is számunkra. Tízes szentmisét követve 11 órakor kijeljesztjük az oltári szentséget egészen 4 óráig. Csendes adorációban maradhatunk, visszajöhetünk újra meg újra. Éppen a családunk hálaadását, kérései személyesen kimondva Jézus elé, és Jézus számára. Talán még van olyan időpont félórás beosztásokban, ahol egy jelentkező sincsen. Hadd kérjem, hogy aki még nem jelentkezett, de jönne, én akkor lennék nyugodt, hogyha legalább egy vagy két emberke minden időpontban biztosan lenne, és aki amit vállal, arra nyilván ne felejtsen eljönni. Aztán 4 órától 4:30-ig vezetett módon lesz ennek az imanapnak a lezárása, bezárása. Hitmessz aktív korú felnőtteknek hétfőn 5 órakor folytatódik a plébánián. Előre jelzem, mert egy hét múlva már gyertyagyújtással vigilián megkezdjük az adventet, hogy november 28-ától hétfőz egy hétre rorált misséket tartunk 6:30-tól hétfő kedszert a pénteki napokon, és idén az úgynevezett óantifónákról fogunk elmélkedni. Hadd mondjam, hogy ebben most így belevetettem magamat, annyira gyönyörű, annyira szép teológia. Én most föl vagyok villanyozva ettől. Nem tudom, mit tudok majd átadni aztán, de annyira... Én most a forrásomat találtam. Reggel egy kicsit korábban kell kelni, ennyi hozzá. Talán most más nincs. Kérjük az áldást. Jézusunk, te a csodálatos kenyér szaporításkor sok ezer embert jól lakadtál, imádságodban, a mi atyánkban is tanítasz, hogy kérhetjük mindennapi kenyerünket. Ugyanakkor arra is figyelmeztetsz bennünket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, illetve hogy ne csak veszendő eledelért fáradozzunk, hanem azért, ami megmarad az örök életre. Szent Erzsébet megmutatta, hogy mindezt hogyan kell jól élni és megvalósítani. Imádkozott és kért is, de bőségesen osztogatott, ajándékozott is, hogy mennyei kincseket gyűjtsön.
A kenyeret, Jézusunk, te változtattad saját testeddé, hogy önmagaddal táplálj minket. Szent Erzsébet kötényében pedig rózsákká változtattad, hogy a szeretetet megőrizd. Áld meg ezeket a kenyereket, hogy Szent Erzsébet közben járására a szeretetet táplálják, ami növekedjék bennünk és köztünk, hogy az adást ajándékozó szeretettel mindig gyakoroljuk, hogy állandóan előttünk legyen nagyobb boldogság adni, mint kapni. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála!